Köszöntöm nézőinket, önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazinunkat látják. Következzenek elsőként kiemelt híreink röviden. Pest megye, új források állnak rendelkezésre, jelentette be Vitályos Eszter államtitkár. Vándortáborok és az év kerékpár útja. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos mondta el a részleteket. Véradás, június 7-én várják a véradókat a faluházba. Pest megye eddig lemaradásban volt, mostantól viszont olyan források állnak rendelkezésre, amelyek korábban nem, emelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára szerdán az MTI-nek adott interjújában. Vitályos Eszter, aki egyúttal a Pest megye 3-as számú választókerületének elnöke, azt is elmondta, konkrét tervei között szerepel a térség közlekedés fejlesztése, a szenny és ivóvíz problémák, valamint a környezetvédelmi feladatok megoldása. Szerdán sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy ez évtől Pest megye önállóan pályázhat az Európai Uniós fejlesztési forrásokra. Ezt az eredményt Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke vitályos nyitásként apostrofálta. Vitályos Eszter ennek kapcsán az MTI-nek úgy nyilatkozott, jól esik neki az elismerés, de ő a TÖOSZ a Pest megyei Önkormányzat és Nemzetgazdasági Minisztérium közös eredményének tekinti a kedvező uniós döntést. Vitályos Eszter kiemelte, sokat utazik az országban és látja, hogy egyes települések milyen fejlődésen mentek keresztül az uniós forrásoknak köszönhetően. Pest megye viszont Budapesthez tartozása miatt fejlett régióba tartozik, ezért lemaradásban van. Példaként említette, hogy a Szentendrei sziget települései nehezen megközelíthetőek, és vannak földutak, amelyek járhatatlanok egy-egy településen belül. Ezért nagy szükség lenne olyan infrastrukturális beruházásokra, amelyekre korábban nem volt forrása az önkormányzatoknak, és pályázni sem tudtak ilyenekre. A fejlesztési pénzekre vállalkozások, gazdák, civil szervezetek, egyházak, települési önkormányzatok pályázhatnak, kiemelten az energiahatékonysági fejlesztések, a környezetvédelem, a vállalkozás fejlesztés területén. Vitályos Eszter azt mondta, elsősorban a kis, közepes és mikrovállalkozásokat szeretnék támogatni, különösen most a pandémia után, hogy az újraindítás még sikeresebb legyen, tette hozzá. Kiemelte, hogy a választókerületét járva nap mint nap szembesül vele, hogy olyan dinamikusan növekszik a térség lakossága, hogy egyre több igényt kell kielégíteni. Ezek közül elsőként emelte ki a közlekedés fejlesztését. A MÁV, a MÁV-hév és a Volánbusz állomásain és megállóhelyein a járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban már nem kötelező az arcmaszk viselése, közölte a MÁV ZRT kedden az MTI-vel. A vonatokon, a híveken és a buszokon, valamint a zárt utasforgalmi helyiségekben továbbra is viselni kell a szájat és orrot eltakaró maszkot. A maszkviseléssel kapcsolatban eddig bevezetett szabályok a nyitott peronon várakozás kivételével továbbra is érvényesek. A 6. életévüket be nem töltött kiskorúak kivételével mindenkinek maszkot kell viselni. A közlekedési társaságok járatain folyamatosan ellenőrzik az utasok maszkviselési kötelezettségének betartását. A szabályszegő utast először figyelmeztetik. Ha a felszólítás ellenére sem hajlandó együttműködni, 8000 forintos pótdíjat szabhatnak ki, illetve ki is zárhatják az utazásból. További ellenszegülés esetén pedig a vonatok személyzete rendőri segítséget is kérhet, hogy a renitens utassal szemben intézkedjen és feljelentést tegyen. Olvasható a közleményben. A MÁV Volán csoport vállalatai továbbra is arra kérik utasaikat, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, a sorbanállás és a személyes érintkezések csökkentése érdekében, pedig részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletvásárlási lehetőségeket. Idén is lesznek vándortáborok, amiket az egészségügyi szabályok betartásával rendeznek meg. Május 10-éig lehetett szavazni az év kerékpárútja címre. A döntősök között volt a Budakalászt is érintő Eurovelo 6-os bicikliút. A részleteket Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos mondta el telefonon. Az egészségügyi szabályok betartása mellett szervezik meg idén is a vándortáborokat országszerte. A bringás, vízi, erdei és zarándok táborok segítik a gyermekek tájegységekkel való megismerkedését. Budakalászról is indulnak diákok az ország más tájaira, hogy további történelmi, kulturális és természeti értékekkel ismerkedjenek meg. Az erdei vándortábor egyik szakasza a Pilisen vezet keresztül.
A vándortáborozást azért indítottuk újra, mert nagyon-nagyon fontosnak éreztük, hogy a gyermekeink megismerjék Magyarországot, járjanak a természetben, és mozogjanak többet. Ugye pont ezek azok a dolgok, amelyek a legjobban hiányoztak itt a karantén alatt. A gyerekeink otthon voltak, nem voltak társaságban, nem mertek a természetre, keveset mozogtak. Itt ezekre mind egyben gyógyszer a vándortábor. Jelentkezni már meglehetősen nehéz, mert nagyon gyorsan elfogytak a férőhelyek, iskolák jelentkezhettek döntő mértékben, és gyorsan jelentkeztek is. És olyan iskolák, ahol akik jelentkeztek, és még van férőhely, ott nagyon-nagyon ajánlnám a gyerekeknek, hogy jelentkezzenek, meg a szülőknek is, hiszen rendkívül kedvező áron tudnak vándortáborozni a gyerekek kormányzati támogatásnak köszönhetően. Mindössze 28 ezer forintot kell fizetni egy hetes táborozásért, amiben benne van a szállás, benne vannak a programok, benne van az étkezés, úgyhogy és benne van a felszerelésnek a biztosítása, tehát a kerékpáros vándortáborok esetén a kerékpár, a sisak, meg a táska, a vízi vándortábor esetén a lapát, a kenu, meg a mentőmellény és minden egyéb, tehát hogy tényleg szülők pénztárcán szempontjából is ez rendkívül kedvező. A visszajelzések azok egészen fantasztikusak. Minden gyermek azt hallottuk, hogy nagyon-nagyon jól érezte magát a vándortáborban, és az is látszik, hogy hihetetlen nagy a visszajáró vándortáborszó gyermekeknek az aránya. Az idei évben újdonság lesz, hogy megrendezzük a vándortáborozók országos riadalát, a vándor riadalt. Itt hosszú csatározások alatt alakult ki ez a 20 csapat, a 20 középiskolás csapat, akit a vándorviadalnak a részese lesz, itt 4 fős csapatok mérik össze tudásukat, ügyességi, kitartásbeli, logikai feladatokban, amelyet egyébként a TV2 is közvetíteni fog, úgyhogy nagyon reménykedünk, hogy az országnak egy tájegységét be tudjuk majd mutatni, és közben ügyes, talpra esett, szimpatikus, sportos, logikusan gondolkodó és minden egyéb ismerettel rendelkező gyermeket is, diákot is megismerhetnek az országban. Én nagyon reménykedem abban, hogy az idei évben el fogunk tudni 15 ezer gyermeket juttatni vándortáborokba, és hogy a szülőknek ne kelljen aggódni, ezért igyekszünk a legnagyobb körültekintéssel eljárni. Azt kértük, hogy a kísérő pedagógusok és a többi kísérő az mindenképpen legyen beoltott, és azt ajánlottuk azoknak a vándortáborozó gyerekeknek is, akik már részesülhetnek az oltásban, hogy mondjam, társaik iránt érzett felelősségtől vezérelve ők is oltassák be magukat. Egyébként mindenre ugyanúgy, mint a tavalyi esztendőben odafigyelünk, az nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy a tavalyi évben a vándortáborokban nem történt koronavírusos fertőzés, és hát nagyon reménykedünk, hogy ez az idei esztendőben is így lesz. A kerékpáros sport új példaképet állított a napokban a fiatalok elé. A Giro d'Italia-n induló Walter Attila sikere sokakat megmozgatott a hazai kerékpározásban is. Hát igen, Walter Attilának köszönhetően most itt mindannyian rózsaszínben láthatjuk a magyar kerékpározás jövőjét. Walter Attila egyébként hihetetlen lendületet adott a magyar kerékpározásnak, már most érződik. Nagyon-nagyon sokan kerestek emiatt engem, és azt hiszem, hogy ez mind egy folyamatnak egy része. Tehát talán, hogy Attila eljutott idáig, az is szerepet játszik ebben, hogy 2015-ben újraindítottuk a Tour de Hongrit Magyarországon, ami egyébként egy egészen fantasztikus nemzetközi versenyén nőtte ki magát, ahol már 8 World Tour csapat, ez a legfelső krémia a kerékpár csapatoknak indult el. Nagyon sokat tettünk még azért, hogy a gyermekeink kulturáltabban közlekedjenek, közel 70 ezer gyerek vizsgázott egyébként a közlekedési kisokosból, arra gondolok, hogy 12 éves korban egy gyermek kimehet az utcára biciklizni, akkor nagyon fontos, hogy a megfelelő ismereteknek, közlekedési alapismereteknek a birtokába legyen. Reménykedem benne, hogy még a hátra levő hetekben még sokan fognak ilyen közlekedési alapvizsgát tenni. Elindítottuk egyébként a pedelek programot, a elektromos rásegítésű kerékpárvásárlást támogató programot. Eddig körülbelül 4000
kerékpár megvásárlását tudtok segíteni. Most sikerült beküldeni az adótörvényekbe, hogy a cégek kerékpáros flottákat elvásárolhatnak, és azt díjmentesen a kerékpárokat biztosíthatják a dolgozóiknak. Tehát nagyon-nagyon sok minden történt most itt a kerékpározás évében. Nagyon sok kerékpárút is épült, de tényleg azt hiszem, hogy Attilának a fantasztikus teljesítménye miatt most még olyanok is a kerékpározás felé fordultak, akik egyébként soha életükben nem néztek el kerékpárversenyt, de mégis, hogy 3 napig a világ egyik legrangosabb kerékpárversenyének, a Giro-nak a rózsaszín trikóját Walter Attila viselhette, ez hirtelen azt okozta, hogy hát lett egy világszerte elismert kerékpár versenytőnk, aki még nagyon-nagyon fiatal, még nagyon sokat erősödhet, és tényleg 1-2 éven belül ott lehet a legnagyobb kerékpáros sztárok között, ha ilyen ütemben fejlődik. Meghirdette az év kerékpárútja pályázatot a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a KTE közlekedés biztonsági tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Magyar Kerékpáros Klub a szavazást március 19-e és április 4-e között tartották. A kiírásra 46 pályázat érkezett. A szakmai zsűri ezekből válogatta ki a 11 legjobbat, melyekből a nagyközönség választhatta ki Magyarország kedvenc bringa útját. Hát ez a szavazás, azt kell tudni, már lezárult, és sikerült kiválasztani idén az év bicikli útját. Nagyon-nagyon szoros volt a verseny, mert mindössze 90 szavazat különbség döntött, tehát kb. 2900 szavazat kapott a Poroszló-Tiszafüred közötti új fantasztikus, tényleg az egyik leglátványosabb kerékpár út most az országon, amit tavaly sikerült átadni. Viszont 91 néhány szavazattal kapott kevesebbet ennél a Desed-a-Tavi kerékpárút Kaposvár mellett. Az is egyébként egy fantasztikus kerékpározási lehetőség. Ezzel a versennyel már meghirdettük. Igazából az volt a célunk, hogy felhívjuk sok kerékpártúrázónak a figyelmét, hogy hova érdemes elmenni. Vannak tényleg nagyszerű és gyönyörű kerékpárútjaink. Ez a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút az abból a szempontból is érdekes, hogy ezáltal bezárult a Tiszató körüli kerékpárút. A Tiszatavat azt úgy lehet körbebiciklizni, hogy gyakorlatilag nem találkozik autóval, forgalommal senki, úgyhogy nagyon-nagyon jó lelkismerettel tudom ajánlani gyerekeknek, gyerekes családoknak, és most a MÁV-val azt is sikerült elérnünk, hogy közvetlen járat indult a Tiszatóhoz, Tiszafüred Express néven. 7 óra 50 perckor indulnak a vonatok, a jövő héten már nem csak hét végén fognak menni, hanem hét közben is. Tehát 7 óra 50 perckor indulnak, 10 órakor lent vannak Tiszafüreden, és este pedig 6 órakor indulnak vissza, és nagyjából 8 órakor érnek Budapestre. Ilyen nagyszerű egésznapos túrákat lehet a Tiszató körül bonyolítani, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretném, ha tudnánk olyan egynapos osztálykirándulásokat szervezni még az idei esztendőben, hogy valaki lemegy reggel Tiszafüredre, átkenúzik Poroszlóra, vándortáboros kenuk úgyis most használaton kívül vannak, ott megnézi az ökocentrumot, és Poroszlóról este 6 órakor hazamegy, ez bármely osztály meg tudja csinálni, és ugyanez, hogy egy osztály lemegy Tiszafüredre, megkapja a vándortáboros bicikliket, körbe biciklizi a tavat, és este 6 órakor hazamegy. Erre most van lehetőség, reméljük, hogy ezt a programot, ezen dolgozunk most munkatársaimmal és külső szervezetekkel, hogy ezt a programot ezt akár június 1-től is már el tudjuk indítani, és ősszel szeretnénk ezt folytatni. A Pálház, a Bozsva, a Rákospatak menti, a Szilas menti kerékpárút, a Tómalom Fertőrákos, a Benepatak menti, a Pálos Vörösmart, a Poroszló Tiszafüred kerékpárút, az Oroszlán Tatabánya, a Szob Zebegény, a Római Part Szentendre, a Desedató kerékpáros kör, valamint a Veszprém Balatonalmádi kerékpárutakra lehetett szavazni. A kormánybiztos személyes kedvenc útját is elárulta a vele készült interjúban.
Tisza-tó körüli kerékpárút. A Tisza-tavat azt úgy lehet körbe biciklizni, hogy gyakorlatilag nem találkozik autóval, forgalommal senki, úgyhogy nagyon-nagyon jó lelkiismerettel tudom ajánlani gyerekeknek, gyerekes családoknak, és most a MÁV-val azt is sikerült elérni, hogy közvetlen járat indult a Tisza-tóhoz, Tisza-Füred Express néven. 7 óra 50 perckor indulnak a vonatok. A jövő héten már nem csak hét végén fognak menni, hanem hét közben is. Tehát 7 óra 50 perckor indulnak, 10 órakor lent vannak Tisza-Füreden, és este pedig 6 órakor indulnak vissza, és nagyjából 8 órakor érnek Budapestre. Ilyen nagyszerű egésznapos túrákat lehet a Tisza-tó körül bonyolítani, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretnénk, ha tudnánk olyan egynapos osztálykirándulásokat szervezni még az idei esztendőben, hogy valaki lemegy reggel Tisza-Füredre, át kenúzik Poroszlóra, vándortáboros kenuk úgyis most használaton kívül vannak, ott megnézi az ökocentrumot, és Poroszlóról este 6 órakor hazamegy, tehát bármely osztály meg tudja csinálni, és ugyanez, hogy egy osztály lemegy Tisza-Füredre, megkapja a vándortáboros bicikliket, körbe biciklizi a tavat, és este 6 órakor hazamegy. Erre most van lehetőség, reméljük, hogy ezt a programot, ezen dolgozunk most munkatársaimmal és külső szervezetekkel, hogy ezt a programot ezt akár június 1-től is már el tudjuk indítani, és ősszel szeretnénk ezt folytatni. A kerékpárút fejlesztések tovább folytatódnak a térségben, a megyében. Az év kerékpárútja kampány felhívja a nagyközönség figyelmét arra is, hogy az utak építése, fejlesztése és fenntartása is folyamatos munkát igényel. Ezért a jelöltek közé bekerültek régebbi, de jól karban tartott szakaszok is. A közlekedési kultúra napja és a kampány legfontosabb mondani valója, hogy a kerékpárutak csak akkor érik el céljukat, ha azokon biztonságosan közlekedünk, a KRESZ szabályait betartva és a közlekedés minden résztvevőjére figyelemmel vagyunk. Véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete Budakalászon a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban június 7-én 13 és 18 óra között. A véradáshoz minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges, a regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya és a tajkártya elengedhetetlen. A véradás előtt étkezés és sok folyadék fogyasztása javasolt. A gyógyszerszedés önmagában nem kizáró ok, a helyszínen lévő orvos felelősséggel dönt erről. Zenés beszélgetős pünkös délutánt tartottak Budakalászon a svábok a Schmidt házban. A budakalászi német nemzetiségi önkormányzat szervezésében szarvasmarha pörköltel várták az érdeklődőket, de a zene és a társaság is biztosította a jó hangulatot. Regionális kulturális helyszínné válhat a Schmidt ház. Ez most szombaton is megmutatkozott, hiszen a környék számos településéről érkeztek az egyik legrégebbi kalászi svábházba, hogy felhőtlenül együtt lehessenek és megünnepelhessék a pünkösdöt. Eljött a végre várt pillanat, hogy itt a Schmidt ház udvarán megrendezhetjük az első zenés beszélgetésünket, a pünkösdi zenés beszélgetős estet, mely Magyarország kormányának támogatásával jött létre. És ezúton szeretném megköszönni az Alpen Rózettáns csoportnak azt az áldozatos munkát, amivel heteken keresztül a saját szabadidejüket áldozták arra, hogy ezt az udvart ilyen tisztává varázsolják, és nekik köszönhető, hogy ma itt meg tudjuk tartani ezt a programunkat. Maga a Schmidt ház belülről még nem alkalmas rendezvények tartására, hiszen hatalmas nagy felújítás előtt áll az épület, de arra gondoltunk, hogy jön a nyár, jön a jó idő, és akkor miért ne tartsunk programokat, tehát addig is kihasználjuk a kertet, amíg elindulnak a beruházási munkálatok, hiszen a nyárral összefüggésben vannak a nyári táborok, ugyanúgy, mint tavaly, a kalásuli németes diákjainak a nyári táborát támogattuk, idén is támogatni fogjuk, és arra gondoltunk, hogy egy-két alkalommal el tudnak ide jönni a Schmidt ház udvarába, akár egy kézműves foglalkozásra, vagy idén is tervezünk nekik valami fiatalos kis sváb táncot, és arra is teljesen alkalmas itt a belső
udvar. Arról, hogy senki sem maradjon éhes, és kulináris élvezetekben is bőven legyen része a látogatóknak, arról Székely Zoltán és fia gondoskodott. Hát a választás az nagyon eklatáns volt, szarvaspörkölt lesz, tehát vadat szerettünk volna, pályázatban is úgy írtuk be, hogy vadpörköltöt fogunk csinálni, és ezért esett arra, hogy lesz egy szép szarvaspörköltöt készítünk. Ami ilyen nehéz, mert hát ennek egy 5-6 órát főni kell a pörköltnek, ahhoz, hogy megfelelő szaftja legyen, megfelelő állaga legyen, tehát ezért muszáj az, hogy ezt időben elkezdjük, úgyhogy reggel 8 órakor kezdtünk el a szalonnát pirítani, hagyma, majd a hús, és most kész a pörkölt. A fiam segít, aki szakácsként dolgozik, tehát szakács végzettséggel szakácsként dolgozik egyébként. Úgyhogy ő segített nekem a ma délelőtt folyamán. Az esemény pillanatában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy eltörlik a kötelező közterületi maszkviselést, hiszen elérte a beoltottak száma az 5 millió főt. Ettől függetlenül a járványügyi intézkedések betartására fokozottan figyeltek a szervezők. A mostani programunknál a járványügyi rendelkezéseket figyelembe tartottuk, tehát csak oltásigazolvánnyal, illetve személyi azonosítóval jöhetnek be a látogatók. Ennek köszönhetően ugye tudjuk, hogy mindenki védett, és itt már maszk nélkül tudnak enni, inni, jól érezni magukat. A nyár folyamán több rendezvényt szeretnénk még tartani. Ezekről bővebb tájékoztatást a Kalász és Svábok Facebook oldalán találnak a kedves érdeklődők. Környező településekről meghívtuk, és ők is örömmel elfogadták. Most a listát csak azért nem kezdem el, mert félek, hogy valakit kihagyok, de gyakorlatilag Ürömről, Pomázról, Nagykovácsiból, Pilisboros Jenőről, Csobánkáról, és Dunabogdányból jönnek a német önkormányzat képviselői, illetve képviselik magukat Békásmegyerről a tánccsoport, és Vecsésről is, a Vecsési tánccsoport egy része, és úgy tudom, hogy elfogadta meghívásunkat, és eljönnek. A Schmidt-ház felújítása a tervek szerint a nyáron kezdődik el, de addig is szeretnék kihasználni az épület udvarát, így még további programok várhatóak a Budai út 31 szám alatt. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napos reggelt követően délutánra megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, így nem lesz zavartalan a napsütés. Záporok esetleg egy-egy zivatar főleg nyugaton fordulhat elő. Az északnyugati szél északon északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban 4-10, a legmelegebb órákban 18-26 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Pest megye eddig lemaradásban volt, mostantól viszont olyan források állnak rendelkezésre, amelyek korábban nem. Emelte ki Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára szerdán az MTI-nek adott interjújában. A MÁV, a MÁV-HÉV és a Volánbusz állomásain és megállóhelyein a járványügyi korlátozások enyhítésével összhangban már nem kötelező az arcmaszk viselése. Idén is lesznek vándortáborok, május 10-éig lehetett szavazni az év kerékpár útja címre. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei szervezete véradást szervez Budakalászon a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtárban június 7-én 13 és 18 óra között. Ez volt mai hírmagazinunk a Budakalász ma. Híradóval legközelebb csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!